Jó napot kívánok, sziasztok! 2015 második fél évében már valamivel nagyobb választékkal a rendelkezésre, mint néhány korábbi fél év folyamán, ugyanakkor most is találkozhatunk furcsa ötletekkel. Az összes készletről elmondható, hogy a figurák nagyon jól néznek ki. Örülök, hogy a készletek most már nem tartalmaznak a korábbi pár fél évre jellemző, kilőhető lövedékkel ellátott kézifegyvereket, viszont a járműveken még megtaláljuk a Flickfire Missile rakétákat. A Flash Speeder újabb változata már nem annyira szögletes, úgy néz ki, mintha ebben már négy figurát is el lehetne helyezni. Szerintem rendben van, és ezt nem csak azért mondom, mert megvan a legelső modellje. Viszont nem értem, hogy mégis miért kellett egy újabb Nabui vadászgépet piacra dobni, ami ráadásul alig különbözik a 2011-es verziótól, talán csak az vigasztal, hogy ennek is megvan a legelső változata. Ahhoz, hogy a Jedi visszatérben látható párbajt el tudjuk játszani, 2002-ben még két készletet kellett beszerezni, melyek szerényebbek voltak, de olcsóbbak is. Az új készlet szerintem jól néz ki, viszont a dobozon található egy hiba, hiszen Luke fénykardja ekkor már nem kéken, hanem zölden ragyog. A készlet engem egyébként nagyon emlékeztet a 2012-ben megjelent Palpatine's Arrest szetre. Erre is mondhatnám, hogy mégis miért kellett újra kiadni, de nem mondom, mert tetszik. A birodalmi sikló legelőször 2001-ben, majd egy mini változat a 2004-ben, aztán jóval több figurával 2005-ben, a második minimodell mellett 2010-ben UCS készletként is megjelent, és a 2011-es adventi naptár is tartalmazott egyet. A TIE Fighter UCS modellje baromi jól néz ki, részletgazdag, jobban mutatna a polcon, mint az én legelső modellem. Ebben a fél évben csak egyetlen Rebelshez kapcsolódó szettet kapunk, mely játszhatóságát erősíti, hogy összekapcsolható a Ghost-tal. Az Inquisitor TIE vadásza ugyanúgy megkapta a minimodelljét, ahogy egy ászárnyú vadászgép is. A két promóciós figura közül nekem Juleren Admirális sokkal jobban tetszik, mint a Rebel stílusú rohamosztagos. Az évek óta szokásos adventi naptár idén is beszerezhető lesz. Ezt a két Bionicle-höz hasonlító figurát nem tudom mire vélni. Szerintem emögött is csak az üzlet áll. Gyanítom, hogy a kisgyerekeknek készítették, akik szívesebben játszanak el egy összecsapást két figurával, így mindkettőt meg kell venni. Pontosan ezért volt nekem több, mint egy Bionicle készletem. Nagy valószínűséggel 2016-tól már az új filmekhez kapcsolódó szettek közül válogathatunk. Nektek mi a véleményetek a felhozatallal kapcsolatban? Esetleg van olyan készlet, ami elnyerte a tetszéseteket? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!